Rádiózás, műsorvezetés, riporteri tevékenység. A mikrofon maradt, csak a műfaj változott a hosszú évek során. Hogyan tudunk hitelesek és önazonosak maradni ebben a szerepkörben? Mitől lesz valaki jó a szakmájában, és honnan tudhatja, hogy a helyén van? Ezekről kérdezem mai vendégemet, Azurák Csabát, riportert, műsorvezetőt, a Budapest Honvéd kommunikációs igazgatóját. Köszöntelek a műsorban. Szia, Anita, köszönöm a meghívást. Ennek a podcastnak ennek az évadnak a témája az értékteremtés. Neked a hétköznapi életben mi számít értéknek? Hogy kerültem ide akkor, ugye? Ez az első kérdésem, nem? Ez csak a vicc része. Majd erre is kitérünk azért, hogy mi számít értéknek? Igen, a hétköznapokban. Hát most valószínű olyan dolgokat tudok mondani, ami közhelyszerűen hangzik, de nyilvánvalóan ezek között ott van az őszintesség, a megbízhatóság, a jókedv talán, a közösségteremtés, a másokra való odafigyelés, az empátia, szóval egy csomó olyan dolog, ami lehet, hogy így természetes, vagy még egyszer mondom, közhelyszerű, de aztán azt tapasztalom, hogy az élet minden percében, pillanatában nagyon nehéz ezeknek megfelelni. Hogyha közelíteni tud az ember hozzá, az szerintem már egy óriási dolog. Én viszonylag stabil értékrendet kaptam a szüleimtől. És hogyha lehet egy picit hosszabban válaszolni a kérdésedre, akkor ez valahol ott kezdődik, hogy én vidéki srác vagyok. És a vidékiségnek szerintem nagyon sok előnye van. Biztos nagyon sokan érzik a hátrányát, én is éreztem egy időben a hátrányát, de valamiért azt gondolom, hogy a vidéki gondolkodás azoknak, akiknek így hozta az élete, hogy vidéken nőttek föl, ad valamiféle olyan pluszt, olyan józanságot, a szó jó értelmébe vett földhöz ragadtságot, ami a későbbiekben nagyon jól jön kapaszkodóknak, vagy kapaszkodóként. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy egy budapesti embernek, vagy egy fővárosi embernek nem lehetnek ilyen stabil értékei, de hogy nem nagyon sok budapesti barátom, ismerősöm van, nagyon jó emberek, nagyon büszke vagyok egyébként a saját baráti körömre, meg ismerősi körömre. Ez nem jelenti azt, hanem csak az attitűdöt talán, hogy hogy állunk bizonyos dolgokhoz hozzá. És én azt gondolom, hogy a szüleimtől ilyen tekintetben is nagyon stabil kapaszkodókat kaptam. Említetted, hogy valamit könnyebb, valamit nehezebb megtartani. Mit nehéz neked ezekből megtartani? Józannak maradni például. Tehát józannak maradni, mondjuk amikor ugye én televízióztam, majdnem 20 éven keresztül a nyilvánosság előtt dolgoztam, először a Magyar Rádióban, aztán később a Magyar Televíziót mondtam, TV2-nél. És ott rengeteg műsorban, reggeli műsor, hírműsor, esti beszélgetős műsor, riportműsor, vezettem miniszterelnök jelölti vitát, szerepeltem színes újságokban, meghívtak különböző műsorokba vendégnek, megállítottak az utcán, aláírást kértek, fotózkodni szerettek volna. Van egy csomó olyan velejárója ennek az egész világnak, ami húz el a földtől. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy mindig aggatnak rád ilyen lufikat, először a kezedre, aztán a lábadra, aztán a nyakadra, aztán a törzsedre, és akkor kicsit így emelkednél el, hogy hú, hát én idézőjelben sztár vagyok, engem megismernek, milyen fantasztikus érzés, és a józanság meg segít a földön maradni, tehát hogy ne dőlj be egy percig sem annak, hogy az a fajta hírnév, az a fajta népszerűség, amit a televízióhoz, az nem neked szól. Az a munkádnak szól, az a pozíciódnak szól, és hogyha jól érzed magad benne, ha a kettő önazonos, akkor az tud működni. Amúgy meg nagyon sok életet láttam tönkre menni pont emiatt, hogy valaki ezt elhitte, valaki túlzottan beleszeretett ebbe, megváltozott a barátaihoz való viszonya, megváltozott az emberekhez való viszonya, többet képzelt magáról. Szóval ez például egy borzasztóan nehéz dolog. Én azt gondolom, vagy remélem, lekopogom mindjárt valahol, hogy talán sikerült ezt megtartanom, de mondom, olyan ez a világ, hogy húz el egyszerűen. Volt olyan pillanat, amikor érezted, hogy na most egy picit elszálltál, és visszaszedted magadat, vagy ezt végig sikerült igazából hát mindig helyén kezelni? Most ugye az a nehéz helyzet, hogy valószínű ezt sokkal inkább látják azok, akik engem kívülről figyeltek, és ismertek előtte, ismertek utána. Én nagyon figyeltem arra, hogy mindig önazonos maradjak, és nagyon figyeltem arra, hogy egy percig ne dőljek be annak, amit celebségnek hívunk, sztárságnak hívunk, mert ez nem az. Tehát Magyarországon ez egy nagyon megmosolyogni való kategória, Amerikában, Hollywoodban, a világ más helyén természetesen vannak olyan tényleg sztárok, akiket mondjuk 10 meg 100 milliók követnek, rajonganak értük. Értem, nem rajongott senki, hála jó Istennek teszem hozzá, mert egyrészt a karakterem se olyan, és nem is szerepeltem olyan műsorokban.
Igen, tehát azért a téma, én egy, igen, én általában az... közéleti műsorokban igen. dolgoztam, az nem az közéleti riporterként. Igen, tehát nem a... Tehát a rajongás tárgya. Nem, igen, vagy inkább alanya, maradjunk annál, még nem tárgyiasultam, de tényleg nem az a kategória és nem az a műfaj, ahol tényleg népes lánycsapatok szaladgáltak volna utánam, amikor kiléptem a tévéből. Természetesen voltak nagyon kedves levelek, voltak érdeklődések, voltak autogramkérések, meghívások, fotózkodások, tehát ezeken keresztül mentem, de mindig tudtam, hogy ez most annak a srácnak szól, aki most éppen vagy a hírműsort vezeti, vagy a reggeli műsort, vagy a riportműsort. A rádiózással kezdted, mit adott neked ez a tapasztalat? A rádiózás egyáltalán az elindulásnál. Szinte mindent. Tehát amikor fölvetődött az, hogy én a főiskola utolsó évében, nekünk úgy volt a főiskola utolsó éve, hogy hétfőkedre berakták az összes előadásokat, tényleg reggeltől estig, és a szerda csütörtök pénteki nap volt az időszak, amikor keríteni kellett egy gyakorlati helyet, és el kellett menni valahova. És természetesen mindenki tévés akart lenni, akkoriban én is. Jártam is a főiskola tévés szakkörére, baromi jó volt, csütörtökön este 8-tól éjfélig filmeket néztünk, műsorokat készítettünk a városi televízió ifjúsági műsorát, mit csináltuk, Farmer Zseb címen futott, ott csináltam interjúkat is, riportokat egyébként is. Egyébként vállalhatóak azok a felvételek? Még hát figyelj, hogyha elmondok, közepesen vállalható, mert például Székesfehérváron van egy Borivár nevű fantasztikus építmény, amit Bori Jenő épített a szerelmének annak idején, és az én felkonferáló szövegem az valahogy így hangzott akkor, hogy Székesfehérváron van egy olyan épület, amely ekkor is ekkor épült, nem mondtam ki a nevét, egy úr elkezdte építeni a szerelmének, stb. És akkor ránéztem az oldalra, hú, mennem kell, mert a Bori vár, és akkor kiugrottam a képből. Szóval ilyen szintűek voltak a felkonferáló szövegek. És ez akkor szárnybontogat, akkor nagyon vicces, nagyon élveztem, és azt gondoltam, hogy ez egy fantasztikus felkonferáló szöveg, tök jó volt, de ilyen szinten voltak, és ez nyilván utólag már megmosolyogni való. Vagy annak idején indultam például a Riporter Kerestetig nagy sikerű műsorban, fantasztikus formátum volt, ott is volt egy-két olyan teljesítmény, amit azért ma nem szívesen mutogatnék. De visszatérve a rádiózásra, ugye mindenki tévés akart lenni, én is. És képzeld el, hogy pont 97-et írtunk, amikor ugye a TV2 elindult az RTL Klubbal együtt, és a Magyar Rádió krónikájának a hírosztályát kisöpörték, mert Pintér Dezső a Magyar Rádióban dolgozott korábban, ő lett a TV2 első elnöke, és elvitte a rádiós fiatal csapatot. Magyarul a Magyar Rádióban keletkezett egy űr, és én ott volt lehetőségem, oda tudtam menni. És akkor gondolkodtam, hogy Jézusom, Kossuth Rádió, krónika, hát ezt csak az öregek hallgatják. Hát mi ez? 1,5-2 millió ember hallgatta akkor naponta. Életem legnagyobb szerencséje volt, hogy én oda keveredtem, hogy megtanultam interjút készíteni, megtanultam riportot készíteni, megtanultam valamennyire, nem teljesen tisztán beszélni, logikus kérdéseket föltenni, a szerkesztés alapelveit láttam, hogy Rangos Katalin, hogy dolgozik, Györfi Miklós, Farkas Zoltán, Nei György, hogy dolgozik, szóval Rózsa Péter, Kristóf Gábor, vittem be ezeknek az embereknek a papírt a reggeli krónikába, a kávét, asszisztenskedtem, hajnalba keltem, kempingágyon aludtam, postavonattal utaztam Székesfehérvárra vissza, és ingáztam Pest és Fehérvár között, de mégis ott tanultam meg a szakma alapjait, amit a mai napig használok. Mindig is egyébként a közéleti témák érdekeltek? Nagyjából azt hiszem, hogy igen, tehát végzettségemet tekintve is ugye kommunikációszakos hallgató voltam, és ott végeztem, illetve később a Corvinus századék képzésében politikai szakértő szakon szereztem diplomát. Mindig igen, azt gondolom, hogy nagyon nyitott voltam, erre érdekelt, és amilyen szerencsém volt, például a másoddiplomán, amikor ugye a politikai szakértő szakra jártam, amit egyik nap tanultam alkotmánytanból, vagy közpolitikából, vagy Európai Unióról, azt másnap a munkám során már láttam az életben, mert megtanultam, hogy mondjuk a parlamentarizmus hogy működik, a bizottsági rendszer hogy áll föl, és másnap a Honvédelmi Bizottság üléséről tudósítottam a déli krónikát, és élőben láttam azt, amit egyébként az egyetemi képzésen pedig tanultam. Szóval a rádió azt nyújtja még egyébként, hogy viszonylag költségmentesen megtanulhatsz minden műfajt. Mert kaptál egy táskát az oldaladra, egy rádiót, egy magnót, és azzal mehettél. Ha véletlenül nem sikerült, na bum, akkor volt egy 3-4 óra, amit elszalasztottál. Ezzel szemben, ha elmentél egy tévéstábbal forgatni,
te pontosan tudod, operatőr, hangtechnikus, adott esetben még akkoriban jött külön szerkesztő, a gépkocsi vezető, meg a kábeles. Fókuszhúzó. Igen, tehát hogy adott esetben régen még ez 5-6 fős stáb volt, utána már csak 3 fős stáb volt, de mégis, hogyha kimentél forgatni, az alaphangon egy 100.000 forintos napi költség. És ha ott nem sikerült valami, ott nem lehetett kísérletezgetni és gyakorolgatni. Tehát a rádió minden szempontból jó terep volt, és tényleg élőben láttam a rádiózás nagyjait dolgozni, tőlük nagyon jó volt tanulni, és nem beszélve arról, hogy a magyar rádióban volt egy olyan közeg, egy olyan kulturális szellemi pezsgés, volt egy Pagoda nevű épület, a Bródy Sándor utca felől, hogyha bementél, akkor a tetejéről nevezték el, az volt a büfé tulajdonképpen, és amikor bementem, akkor azt láttam, hogy az egyik sarokban akkor még Eszterházi Péter ül, a másik sarokban Farkasházi Tivadar, Fábri Sándorral és Gálvölgyi Jánossal, itt mellettem az éppen aktuális pénzügyminiszter, itt pedig egy olimpiai bajnok is. Mert mindenki érkezett valamilyen műsorba, és ilyen közegben dolgoztam fiatalon. Fantasztikus volt, ugye a legnagyobb iskola. Igen, hát inspiráló. Igen. Aztán mégis váltottál a TV műfajára. Mi az a plusz, ami oda kell a rádióshoz képest, a rádiózáshoz képest? Hát, én nem biztos, hogy többre tartom a televíziózást a rádiózásnál. De más kompetenciák kellene, így van, biztos, hogy kell hozzá egyébként például a külső. Tehát ez elengedhetetlen. Én nem vagyok egy túl jóképű srác, pláne a korabeli fényképeket megnézve volt mit kikupálni, de biztos, hogy kell hozzá egy megjelenés, biztos, hogy kell hozzá olyan fajta képi világ, vagy a fejben meglévő kreativitás, vizualitás, amivel elképzeled, hogy mit akarsz majd megmutatni. Úgyhogy ezek kellenek hozzá, de az alapkompetenciák azok mégiscsak az újságírásból jönnek, hogy te, és ilyen szempontból... Tehát egy helyen gyökerezik. És ilyen szempontból azért a rádiózást tartom mindennek az origójának és eredőjének, mert ott a legnehezebb a dolgod. Mert amit kamerával meg tudsz mutatni, az neked, hogyha én most rádióriportot készítenék, akkor el kellene mondanom, hogy itt, ahol vagyunk, hogy néz ki Csorba Anita műhelye, hogy néz ki ez a szoba, hogy fekete-fehér csíkokkal van lefestve, hogy egy olyan asztal áll a szürke kőpadlós szoba közepén, amit egyébként 8 szék vesz körbe, nagyon letisztult, minimalista a stílus, etc. etc. De ha bejövök egy kamerával, akkor ezt látják. Na de rádiósként ezt le kell tudnom közvetíteni, és ott tanulsz meg beszélni, ott tanulsz meg leírni, ott tanulsz meg összekötni dolgokat. A televízióban meg azt tanulod meg, hogy a képet hogyan egészítsd ki jól a narrációddal, mit mutassál meg, hogy mutatsz egy reakciót, hogy kéred az operatőrt, hogy akkor is forogjon, amikor én éppen kérdezek, és akkor ne csak a választ mutassa, hanem már a kérdéseknél is az arcodat. Az más szempontból kihívás. De én azt gondolom, hogy a rádiózás nélkül én biztos, hogy kevesebb lettem volna a tévében. És egyébként melyik szerepkör volt, amikor a tévébe váltottál? Ezért nagyon sok műsorban nagyon sok mindent csináltál. Melyik szerepkör volt a kedvenced, akár itt értem az alatt, hogy melyik műsor is, és hogy melyik műsorvezetés, vagy szerkesztés, vagy riportkészítés? Azt mondtam, pláne egy kereskedelmi televízióban, és hogyha megnézed a mai kínálatot is, meg ugye az elmúlt 20 évnek a kínálatát, nem megbántva semmit, vagy bocsánat, senkit, de semmilyen műsort sem, de ugye most már műsorvezető, a pop énekes, az olimpiai bajnok, sportoló, a pornósztár, a sorozatszínésznő, stb. Mindenki műsort vezet. Amivel nincs is baj, egyébként esetenként jobban is csinálják, mint azok, akik tanult újságírók lennének, de ez a tanult újságíróknak a kritikája. Én megmondom őszintén, hogy azt hiszem, hogy legjobban riporterkedni szerettem. És mindig azt vallottam, hogy műsorvezető bárkiből lehet, jó riporter nem. Pont azért, mert láttam azt, hogy műsorvezetőként odaültetnek olyat is, akinek nem volt semmilyen újságírói előképzettsége, csak jól mutatott, jó volt a sztoria, eladható volt. És ugye a kereskedelmi médiumokban az eladhatóság kritériuma az nagyon sokszor sokkal fontosabb, mint a szakmai felkészültség. Tehát én riporterkedni szerettem, és e tekintetben nekem a televíziós, alma máterem az a Napló. Uh-huh. És a Naplóban tudtam 10 éven keresztül rengeteg-rengeteg riportot készíteni, külföldön, belföldön, cigánysoron jártam a parlamentben, találkoztam az összes miniszterelnökkel, köztársasági elnökkel, voltam,
majdnem tenger alatt járót mondtam, de ott éppen nem voltam, olajfúró tornyon, repültem, tankot vezettem, olimpiai lánggal futottam, szóval tényleg aztán... Látszik, hogy úgy beszélsz róla, hogy szenvedély, hogy ez egy ilyen kánál időszak. De hát az egy, most, és gondolj bele, hogy amikor mondjuk egy 3 hónapos időszakban elkészítesz mondjuk 10 riportot, 10 különböző helyzet, adott esetben ország, helyszín, szereplő, téma, sors, és az 3 hónap alatt így végigmegy rajtad. És én annyit éltem az alatt a 10 év alatt, mint egy normál ember 30-40 év alatt. Szinte idő se volt feldolgozni ezeket. Szóval én riporterkedni nagyon-nagyon szerettem. A műsorok tekintetében mindenki azt mondta, hogy a hírműsor vezetés volt, ma már nem, a legnagyobb presztízsű, szerintem az volt a legunalmasabb. Mert ott nekem csak súgógépen híreket kellett olvasni, és oda kellett az arcom, és néha az esti műsorban kérdezni. De én azt szerettem sokkal inkább, amikor beszélgethetek, amikor kíváncsi lehetek, amikor kérdezhetek. Na, izgalmas volt a napló nagyon, izgalmas volt nagyon a reggeli műsor, a Mokka, amit csináltunk, azt is nagyon szerettem, és a tévés pályafutásom, vagy a TV2-es pályafutásom utolsó éveiben pedig csináltam egy késő esti beszélgetős műsort, 1x1 volt a címe. Igen. Ami pedig egy kimondottan esti, mély portrébeszélgetéseknek, életútinterjúknak helyet adó műsor volt, amit nagyon jó kollégákkal készíthettem, és az is nagyon közel állt hozzám. Tehát az is egy olyan dolog volt, hogy ott meg nem voltam beszorítva 4 percbe, 5 percbe, 6 percbe, hanem mondjuk volt 4 óra, 20 perc, Enyedi Ildikóra is az éppen aktuális Berlin Arén győztes filmjéről lehetett vele beszélgetni. Mindig is izgatott, hogy akár ugye említetted, hogy hírműsorvezetőként, vagy akár riporterként, hogy a véleményünket nyilván van, de azt nem lehet, vagy nyilván attól függ, hogy a műsor hogyan szabja meg, megmutatni, elmondani, hogy ez mennyire nehéz megállni, hogyan alakítjátok ki ennek a határát, hogy ez egy tényszerű közlés. Hogy ne érezzék azt, hogy mi az én véleményem. Rengeteg mindennel kommunikálunk most is, hogyha néznek minket kamerával, hogyha így ülnék itt előtted, akkor valószínű azt sejtenék rólam, hogy nem érzem magam jól, de hogyha mondjuk így ülnék előtted, akkor meg túl jól érzem magam. Szóval biztos egy mosoly, egy gesztus, egy mimika, egy fintor, egy legyintés nagyon sokat tud elárulni, így van. Hírműsor vezetőként nekem nem az a dolgom, hogy bármilyen módon befolyásoljam a nézőket, vagy ahogy egy kereskedelmi tévésztár mondta, folyásoljam be a nézőket. Ez is a kereskedelmi tévézés egyik hozadéka, hogy fantasztikus nyelvi leleményeknek vagyunk tanúi. Szóval nekem nem az volt ott a dolgom, ott sokkal inkább ugye az a feladatunk, hogy elhozzuk a híreket, és akkor a nézőre bízzuk a döntést. Ami már egy sokkal inkább szubjektívebb műfaj, az például az élő interjú, vagy a riport. Mert ott abban, hogy kit szólaltatok meg, milyen sorrendben szólaltatok meg, milyen hosszan szólaltatok meg, mit kérdezek tőle, abban már benne van az én szubjektivitásom, benne van egy kicsit a véleményem, ott amikor stand-upot mondunk a kamera előtt, akkor összegezzük a riportot, ott egy picit már utalsz arra. Én a kérdéseimmel, te most kérdezel engem, nyilván ebben benne van Csorban itt a minden, a személyisége. Ez egy szubjektív műsor, mert te válogatod a kérdéseket, te határozod meg, hogy miről beszéljünk, aztán én beszélek arról, amiről akarok, mindegy. De hogy alapvetően igen, ez is egy szubjektív dolog. Ez is már közvetítő. És a hírműsorban nem nagyon volt erre lehetőség, nem is volt a szerepfelfogásomnak nekem soha része, a többi műsorban ott igen, ott benne volt az Urák Csaba, benne volt, hogy mit gondoltam arról a témáról, de azt is nagyon visszafogottan. Én soha nem szerettem másra ráerőltetni a véleményemet, sokkal inkább csak megmutatni, hogy mi közül lehet választani, de a döntés az mindig a hallgatói és a nézői. Bombera Krisztina volt nálam, és ő mondta, hogy nagyon ritka ma már a véleménymentes tényközlő, tényfeltáró, újságíró, újságírás. Te ezt így látod? Mennyire megy el tényleg a véleményvezérelt újságírás irányába most a 2021-es, illetve a jövő év tized, vagy azért látod, hogy vannak szigetek, ahol megmarad a tényfeltárás, mint fő fókusz? Hát ezeket a szigeteket mikroszkóppal kell keresni, akkor és nagyon nehéz látni. Soha nem volt annyira polarizált a magyar közélet, mint ma. Soha nem volt annyira irányított a magyar közélet, mint amennyire ma. De soha nem is volt, és akkor a kicsit a politikai szakértője nem jön elő, olyan politikai felhatalmazású többség,
a magyar, mondjuk a rendszerváltás óta eltelt időszakban, mint most az elmúlt 10 évben. Tehát 2010 óta azért annak vagyunk a tanúi, hogy van egy nagyon erős politikai felhatalmazással rendelkező oldal, ugye a kormányoldal, és ez legyűrűzik mindenhova. Tehát ezt ugyanezt látod nagyjából a média területén, és azt látod, hogy ez viszont nem magyar sajátosság, hogy annyira sarkossá, polarizáltá válik a világ, annyira beszorulunk a közösségi média miatt a vélemény buborékainkba, és megszűntek az átjárások, a kompromisszumok, a viták, az értelmes egyeztetések, hogy ennek most nem igazán nyílik terep. Én azt gondolom, hogy ez vissza fog jönni, tehát hogy kiegyensúlyozottabb lesz például a magyar közélet, vagy a magyar politikai élet, akkor kiegyensúlyozottabbá válik, és a kiegyensúlyozott szót azt most úgy értem, hogy talán többet fogunk látni, hallani vitákat, beszélgetéseket, kompromisszumra törekvő érveléseket, mert ma ez megszűnt, de ha megint csak politikai logikából gondolkodsz, akkor amit mondjuk a kormánypártok csinálnak, az politikaiak teljesen érthető. Mert azt mondta egészen az elmúlt 10 évben, hogy bocsánat, volt X kicsi párt, hogy én kivel üljek le most beszélgetni, vitázni, mert most egy 4%-os párt képviselőjével én mint egy 30%-os vitázzak. Az úgy az elmúlt 10 évben nem nagyon jött össze. Tehát én a politikai logikát értem. Hogy ez mit okozott a magyar közéletben, a magyar nyilvánosságban, az egy másik dolog, az már egy kommunikációs szakembernek a fejfájása adott esetben, de az eredeti kérdésre visszatérve, soha nem volt ennyire polarizált a magyar közélet. Én nagyon vágyom arra, hogy legyen egy kicsi nyugalom, hogy legyenek beszélgetések, hogy ne szakítsanak szét baráti társaságokat, családokat, az ideológiai viták, mert az életünket azt nem harcként kell élni. Lehet, hogy valakik úgy élik, vagy úgy fogják föl, én az életemet nem háborúként szeretném élni. Van valamennyi időnk, nem tudjuk, hogy mennyi, azt sokkal jobb vidámságban, jókedvben, szeretetben, nem? Minden ilyesmit még mondhatnék ide, eltölteni, mint sem, hogy állandóan itt indulatokat szítsunk, vagy vitatkozzunk állandóan. Annak is van helye, csak nem mindig. Keretek között. Illetve nyilván akkor arra utaltál, hogy elfelejtettek az emberek kompromisszum képesen vitatkozni, vagy érvelő technikákkal vitatkozni. Elfelejtették egymást meghallgatni. Elfelejtették azt, hogy én soha nem hittem sem vallás tekintetében, sem politikai ideológia tekintetében, meg egyáltalán úgy semmiben, tehát nem hittem a kizárólagosságban. A magam oldaláról sem. Tehát én amit képviselek, amit mondok, azt el tudom fogadni, hogy valakinek az nem igazság, az nem tény, az nem, egy más szempontból ugyanolyan is látni, axióma, mint igen. Nekem adott esetben, de hanem elfogadom, hogy valaki máshogy gondolkodik, de elfogadom. És vannak, kellenek, hogy legyenek az életnek olyan területei, olyan közös pontok, olyan közös kapaszkodók, igazodási pontok, ami mindenkinek ugyanazt jelenti. És ebben tényleg az van benne, hogy nincs olyan, hogy én valakit gyűlölök azért, mert másként gondolkodik, azért, mert más a bőrszíne, azért, mert másban hisz. Olyan nincsen. És ezeket felejtettük el szerintem, vagy azt látom, hogy nagyon a háttérbe szorult, hogy nagyon bezárottunk tényleg azokba a véleménybuborékokba, amelyeket a közösségi média hozott ránk, és tényleg úgy van, hogy biztos voltál ugyanitt a te is, elkezdtél valakivel beszélgetni, és azt érezted egy idő után, hogy ő biztos, hogy ezen a bolygón lakik. Tehát ő tényleg gondolhatja ezt ennyire másképp, mint én, és gondolhatja, mert ő a saját valóság értelmezésében hisz, és van erre egy kifejezés egyébként, hogy kialakult ma a személyre szabott valóságkora. Uh-huh. Félelmetes egyébként, de ez van. Na, ezt kellene valahogy egy picit átjárhatóvá tenni. Nagyon fontos értékekről beszéltél, és azt gondolom, hogy amikor elindítottuk a beszélgetést, ugye a hétköznapi értékek, értékadás mentén, akkor én éreztem, hogy el fogunk jutni sokkal mélyebb bugyrokba, és ott is vagyunk. És hogy van neked oktató tevékenységed is, ott tudod ezeket az értékeket átadni, vagy hol próbálod ezeket? Mert ezeket fontos átadni, és érzem is, hogy átadod. Ugye az a kérdés, hogy kinek fontos, hogy ezek másoknak is értékek-e,
Mert még egyszer mondom, tehát hát ez pont az egy közösségi érték. De valakinek tehát meg nem. Tehát azért békében egymás mellett lenni, de más meg azt, de meg azt mondja, hogy jó, de hát ha meg nem vitatkozunk, meg nem visszük át az akaratunkat, akkor... Nem, de hogy lehetnek olyan logika mentén gondolkodó emberek, akik meg egyszerűen máshogy élik az életüket, és én ezt is elfogadom. Amikor arról kérdezel, hogy oktatói tevékenység, ez is olyan hivatalos, én nem vagyok tanárbácsi, tehát független attól, hogy tanítottam a volt főiskolámon is, meg különböző médiaiskolákban, meg hívnak nagyon sokszor még a mai napig beszélgetésekre, előadásokra. Én nyilván beszélek ezekről, tehát hogyha megkérdeznek, akkor szívesen elmondom a véleményemet, de nem erőltetem rá senkire, nem akarok feltétlenül szerepelni. Most is egyébként, hála jó Istennek, tényleg nagyon sok olyan meghívásom van, akár tévéstúdiókba, rádióműsorokba, újságok címlapjára, vagy legalábbis interjúkérelmek vannak, amikre nemet mondok, mert nem mindig van mondani valom. Tehát amikor azt érzem, hogy van miről beszélni, mert éppen benne vagyok egy projektben, valami fontos, indult egy új műsor, vagy a Honvédnál elkezdtünk valami másban gondolkodni, jön az új stadion, csapatot építünk, fölállt egy új struktúra. Amikor van mondani való és relevánsnak érzem a megszólást, akkor szívesen megyek. De lárpúrlás csak azért, hogy hello, az Urák Csavi vagyok, itt vagyok, ne felejtsetek el. De azért ezt meg is lehetne fordítani, hiszen azért nagyon szóval, sok érték. Én mindenáron nem akarok menni. Érték. Örülök. Sok értékadó gondolat van benne, de ezeket lehetne kibeszélni ezekben a lehetőségekben. De még egyszer mondom, hogy ez aranyos vagy, és köszönöm, hogy így gondolod, de nem biztos, hogy ezt mindenki így gondolja. Másrészt meg nincs bennem olyan szempontból hiányérzet, hogy azért nagyon sok helyre megyek ettől függetlenül, de sok helyen vagyok, és ahol megkérdeznek, ott pedig beszélünk erről, és ha az oktatói tevékenységről beszélünk, ami még mindig hivatalosan hangzik nekem, és keresem a megfelelő magyar szót, hogy hogyan lehet. Tehát amikor mondjuk kötetlen beszélgetésre, tanárbácsik, előadásokra hívnak, akkor persze erről szoktam beszélni, és nyilván nagyon sok értelmes fiatal emberrel, meg középkorúval, idős emberrel találkozom, jó ilyenekről beszélgetni, jó egy picit meghallgatni őket. Mert én akárhova megyek, azért szeretek részt venni bármilyen eseményen, és itt is biztos majd, hogyha letisztul bennem ez a beszélgetés, azért szeretek ilyen helyekre járni, mert nagyon sokat tanulok. Tehát én tanulok a te kérdéseidből, hogy mit látsz belőlem, mire vagy kíváncsi, hogy fordítod le magadnak azt, amit én mondok, meg tanulok mondjuk egy fiatal ember, vagy egy fiatal egyetemista lány kérdéseiből, hogy azt a generációt mi érdekli, ő mit lát belőlem, mit lát az általam képviselt, mondjuk újságírói felfogásból, ami már persze egyre inkább visszaszorulóban van, egyre inkább most a szónak a nem rossz értelmében, de old school, tehát jön egy csomó olyan dolog. Most kinek ajánlanád, hogy újságírónak álljon? Hát nem tudom, hogy ez így még értelmezhető a régi keretek között, hogy újságíró, mert ma 10 millió újságíró, tartalomgyártó országa vagyunk. Azzal, hogy lett, a telefonom ott van, de most megmutattam volna, de mindenkinek lett egy telefonja, és nagyon sokan, 5 milliónál több magyar azt hiszem használja a Facebookot, vagy az egyéb közösségi felületeket, tehát telefon már szinte mindenhol van, az a legszegényebb részeinek az országban is van, tehát a legszegényebb részeinek az országban. Hú, ezt jól mondtam? Most, na, elnézést, mert ilyenkor már egy kicsit gavajodik a nyelven. Az ország legszegényebb részén is van. Ez a jó, igen. Na, szóval megtalálható mindenhol a telefon, és mindenki, aki fényképet lő, aki egy rövid videót föltesz, aki mond valamit a kamerába, az tartalmat gyárt. És onnantól kezdve, hogy te kiteszed a saját felületedre, te tartalomgyártó vagy, te elkezdesz versenyezni a nagy televíziókkal is. Hát most nem akarom mondani annak a nyírségi tínédzser lánynak a nevét, akinek a videói az RTL X-Faktor, a TV2, Sztárban Sztár, most nem is tudom, hogy milyen műsora van, ez egy ilyen másfél éves felmérés, vagy akár két éves, a fiatalok körében kenterbe veri. Tehát amikor beszél a videójában arról, hogy neki milyen exei voltak, és az a videó, az konkrétan megveri a vasárnap esti főműsoridős show műsort, ami 100 millióból, milliárd forintból készül.
a fiatalok körében, a 13 és mondjuk 22 évesek körében megveri. Szóval akkor nagyon nehéz arról beszélni, hogy itt már csak a hagyományos keretek között van újságírás. Nem, itt szinte mindenki újságíroskodik, mindenki tartalomgyártó, persze mindenki sztár akar lenni, mindenki influencer, youtuber, véleményvezér akar lenni, vlogger, innen indultunk, és mindenki gyártja a tartalmat. Ez azt eredményezi, hogy ránk ömlik minden, tehát a gagyi is. A primitív tartalom is, igen, hát ahogy demokratizálódott az amatőr, média, úgy van. Az amatőr tartalom, tehát igazából itt mindenki újságíró, és hogyha hagyományos keretek között értelmezem az újságírást, akkor azt mondanám, hogy aki egy picit vágyik arra, hogy szűrt, értékes, letisztult tartalom jusson el az emberekhez, és ezen szeretne dolgozni, esetleg az legyen újságíró, meg aki persze nyitott a világra. És a legfontosabb, az viszont nem változik, hogyha kíváncsi. Kíváncsi voltál, amikor a Budapest Honvédhoz mentél kommunikációs igazgatónak? Igen. Kíváncsi voltam egyrészt arra, hogy amikor a tévézés megszűnt az életemben, és majdnem 20 év volt, 18 év volt a TV2-nél, akkor milyen lehet egy másik területen dolgozni, és nagyon féltem. Most nem a Budapest Honvéd FC-től, hanem általában attól, hogy én azt gondoltam, hogy televíziósként annyira színes volt az életem, annyira pörgős volt, annyira sok élménnyel teli volt az életem, hogy én azt gondoltam, hogy nem lesz még egy olyan szakma, ami nekem ezt adja. De egyébként miért hagytad abba akkor? És miért szállt el ki? Erre is válaszolok. És azt gondoltam, hogy e tekintetben csalódás lesz. És én gyerekkorom óta végig sportoltam, bár nem látszik rajtam, de én futballoztam is, még Székesfehérváron fociztam, kosaraztam a Vidiben. Tehát nekem a sport az gyerekkorom óta fontos része az életemnek. És a sport meg a kommunikáció együtt azt gondoltam, hogy nem lesz rossz. És a tekintetben pedig nem lett igazam, hogy ugyanolyan színes világot tud ez is adni, csak máshogy. Más kapukat nyit meg, más ismerettségeket, más élményeket, más közösségeket, ami ugyanolyan izgalmas tud lenni, mint a televíziózás, ami viszont örök szerelem. Tehát, hogy én nagyon-nagyon szeretek erről beszélni, nagyon szeretek, tartok mai napig tréningeket, előadásokat, fölkérnek beszélgetésekre, interjúkra. Tehát ez azért párhuzamosan fut az életemben. Hogy miért hagytam abban annak idején a televíziózást? Erre, hogy mondjam, talán a legeufemisztikusabb válasz az, hogy elfáradt kettőnk kapcsolata a TV2-vel. Nem találtam ott igazán a helyemet, nem volt, azt gondolom, arra a típusú műsorkészítésre szükség, amit én csináltam, és amikor a műsor sem mehetett volna tovább, akkor azt mondtuk közösen, hogy akkor ez ne menjen így tovább, amivel nincs baj. Tehát még egyszer mondom, sokat voltam, minden élményemet megkaptam a TV2-től. Szóval mindent csináltam, amit egy tévében lehet csinálni, szinte vezérigazgató nem voltam éppen, hogy hírigazgató is voltam, jut eszemben, tehát ott a főnökösködést is kipróbáltam. Úgyhogy az ott elfáradt. Most a médiát sem látom olyannak, ami túlságosan vonzó lenne az én személyiségemnek. Lehet, hogy egyszer még lesz, tehát nem mondom, meg imádom, tehát nem fogom soha azt mondani, hogy jaj, én már nem akarok, meg nem is volt az olyan jó. Nagyon élvezem a mostani szerepkörömet, ebben is nagyon-nagyon sokat tanulok, a nyilvánosságot követem, az újságírást követem, és a kettő egyelőre párhuzamosan fut, mert itt a Budapest Honvédnál ugye kommunikációs és marketing igazgató bácsiskodom, és itt is nagyon sok olyan szereplés van, nagyon sok olyan kreatív tartalom, amihez az újságírói énem kell, hova tovább, te pontosan ismered, talán Honvéd szurkolóként, vagy a kisfiat Honvéd szurkoló, ha jól tudom, ugye, hogy van egy tévéműsorunk, az Aranyoroszlánok, ezt főszerkeszteni, ezt producerkedni, az összes tartalmunkat újságíróként is felügyelni, azért az újságírói munka is, tehát e tekintetben nekem megvan a kettősség az életemben. Megkeresésre jött ez a lehetőség, vagy te néztél körbe, és akkor kiszemelted magadnak? Illetve mennyire kell egy futballcsapat kommunikációs igazgatójaként szeretné magát a sportágat? Azzal nem volt baj, ahogy mondtam, gyerekkorom óta fociztam, tehát imádtam, mint talán a legtöbb kisgyerek, és ugye a 80-as években, amikor fölnőttem, ugye én Fehérváron nőttem föl, akkoriban a Vidi
az UEFA kupa döntőig menetelt, óriási láz volt a városban, viszont a vidi játékosok közül nagyon sokan igazoltak a Honvédba, és akkor a válogatott gerincét a honvédosok adták, tehát idézőben nekem ilyen második csapatom az volt a Budapest Honvéd, és nagyon könnyű volt a Honvédot megszeretni 2 év alatt. Tehát tényleg most már azt kell, hogy mondjam, hogy a szívemben ugyanúgy benne van ez a klub, mint a Fehérvár, amit meg soha nem fogok megtagadni természetesen, mert a szülővárosom, és nagyon sok emlék köt hozzá. Hogy kerültem ide? Hála Istennek úgy, ahogy az összes többi helyemre, én soha nem jelentkeztem. Tehát soha nem jelentkeztem semmire, hanem hívtak. És itt is úgy volt, hogy egy közös ismerősünk kötött össze Menderényi Dániellel és Bozó Zoltánnal, a Honvéd akkori új tulajdonosaival, ugye amikor megvásárolták a klubot George Hemingway-től, és kerestek valakit a kommunikációra, és amikor találkoztunk, akkor nagyon hamar kiderült, hogy ugyanúgy gondolkodunk, hogy ugyanúgy szeretnénk fölépíteni ezt az egészet, és a kezdeti ilyen szakértői munkából aztán lett egy fölkérés, hogy folytatnám-e. Én ezt nagyon szerettem, és mi a legfontosabb, hogy nagyon sokat tanulok belőle, tehát ebből is sok mindent vesz ki az ember. Azt gondolom, hogy több leszek ezáltal. Remélem, hogy én is adok a klubnak új szemléletet, új impulzusokat, és így jött ez a kapcsolat, ami azt gondolom, hogy a mai napig nagyon-nagyon jól működik, és most egyelőre itt nagyon jól érzem magam. Lassan a beszélgetés végére érünk. Nagyon kíváncsi vagyok még arra, hogy 10 év múlva hol látod magad? Időnként, amikor megkaptam ezt a kérdést, akkor kikerültem, és ezt is kifogom, mert konkrétumot nem tudok mondani, tehát most mondhatnám azt, hogy a Budapest Honvéd FC kommunikációs és marketing igazgatója leszek 10 év múlva is, de nem tudom, hogy hol lesz a klub. Én nagyon remélem, hogy stabilan az NB1-ben és európai színvonalon, meg európai színpadon. Valahol biztos a kommunikáció környékén leszek, bármihez is kezdenék az életemben, mégiscsak odajuk adok ki, hogy valószínűleg nekem ez áll jól. Nem mondom, hogy ebben vagyok profi, mert az nagy képűség lenni, de már most már tapasztalat miatt valószínűleg ez áll jól. Az emberekkel beszélgetni, az emberekkel bánni, az emberekkel kapcsolatban lenni, kommunikálni valamit, bemutatni, beszélgetni, kreatívan kitalálni, ötletelni, színesen megmutatni, a szó jó értelmébe véve szórakoztatni, közösségeket teremteni, építeni, fiatalokkal foglalkozni. Nincs-e valami olyan titkos vágyad, amit még eddig nem próbálták így a területen, hát, a kommunikációs nagyon területen belül? Ja, belül? Hát, vagy egyáltalán ott a szakmádon belül? Most tényleg, hogyha végig sorolom azt, és ez megint csak így, hogy mondjam, annak a veszélyét rejti magában, hogy az ember picit... Elmegy a lufikkal? Hát nem akarom, csak hogy nehogy úgy tűnjön, hogy nagy képi. De hát, hogy sok amit az élet hozhat egy újságírónak, abból nekem nagyon-nagyon sok jutott. Tehát tényleg a riporterkedésből, a szerkesztésből, a műsorvezetésből, a hírigazgatóságból, a kommunikációs és marketing igazgatóságból, híres emberekkel való találkozásokból, exkluzív helyekre történő utazásokból. Az exkluzívat nem úgy értem, hogy méregdrága szigeteken nyaralgattam, hanem hogy például az Északi-tenger közepén egy olajfúró tornyon forgathattam, ami fantasztikus élmény. Vagy hogy Afrikában dolgozhattam, amikor ott egy helyi televízió indult el, és ott szakértő bácsinak hívtak. Fantasztikus élmény volt az is. Úgyhogy így nagyon sok minden megadatott nekem, és nagyon sok mindent csinálhattam. Hát persze titkos vágyaim vannak, tehát nagyon szívesen lennék popstar. Kedvencem a Depeche Mode, gyerekkorom óta kedvenc zenekarom, és imádom, amikor Dave Gahan kiáll a színpad szélére, és a koncert végén meg énekelteti a közönséget, meg integet nekik, a közönség visszainteget. Az nagyon szívesen lettem volna popstar, erről valószínűleg már lemaradtam. Hát bár sose késő. Igen, de valószínűleg a hangomat ismerve mindenki jobban jár. Illetve nagyon szívesen lettem volna futballsztár is, aki a VB döntőn a saját válogatottjának és az országának dicsőséget hozza, berúgja a győztes gólt. Na erről már jó eséllyel lemaradtam. Ne zárjuk ki 45 évesen, hogy hát ha egyszer kapok egy behívót Rosszitól, de valószínűleg, hogy ez is lemaradt vagy lemaradok az életemben. De még egyszer mondom, hogy annyi mindent kaptam, hogy semmilyen hiányérzet nincs bennem. Minden adás egy előző vendég kérdésével zárul,
És a korábbi adásban Banga Ildikó volt a Padisok Magyarország vezetője a vendégünk, és azt kérdezte tőled, neked dedikálva, hogy mennyire foglalkoztat a környezetvédelem, és a céges szinten mit tudtok érte tenni, akár csak a témával gondolatban foglalkoztok-e? Nagyon. Tehát a rövid válaszom az, hogy nagyon foglalkoztat. Nekem az életem úgy alakult, hogy van egy csodálatos családom, három lányjal élek együtt, de ez így nem igaz, mert ha a Rozi kutyánkat is hozzászámolom, sőt, Dézi sününket, aki egy fehérhasú törpe, afrikai törpesün, akkor már ugye öt leányzó van, de a feleségem és két lányom alkotják a szűkebb családomat rajtam kívül. És hát két olyan nagyon jó eszű kiskamasszal élek együtt, akik generációs alapon elutasítanak mindent, ami árt a földnek és az állatoknak, de olyan szinten, hogy már-már időnként veszekedés van otthon, véletlenül anya vagy apa elhoz egy nejlonszatyrot az ABC-ből, amit természetesen nem szeretünk, de ha éppen nincs nálunk és kell, akkor megesik. De a lányaink nagyon viszik azt a generációs alapon azt a zöld pártiságot, amit én nagyon-nagyon támogatok. Nekem is nagyon fontos, nyilván a közlekedésben megpróbálunk rá odafigyelni, tehát hogyha megtehetem, hogy olyan autóm legyen, ami nem pusztán belső égésű motorral megy, nyilván szelektív hulladékgyűjtés van, nyilván odafigyelünk a környezetünkre, időnként szemetet szedünk, időnként csinálunk olyan akciókat, ami most ez nem feltétlenül a környezetvédelemhez tartozik, de én egy picit, ha ezt kinyitom, akkor a magunk körüli világról való gondoskodást is ide sorolom. Tehát csinálunk olyan akciókat, amikor másoknak próbálunk segíteni, mert ez a kettő szerintem összefügg. Figyelünk az állatokra, nekünk is vannak kis állataink, és nagy szeretetben nevelgetjük őket. Szóval azt gondolom, hogy a személyes példamutatás e tekintetben az fontos. Én nem így nevelődtem, de nem azért nem így nevelődtem, mert a szüleim azok szórták a szemetet, hanem egészen egyszerűen egy olyan generációnak vagyok a tagja, ahol még ez nem volt valahogy a fókuszban, tehát nem volt még a figyelem középpontjában. És céges szinten is, hogy a kérdés erre is szól, hogy a Honvédnál is megpróbálunk arra figyelni, ugyanúgy a hulladékgyűjtésnél, ugyanúgy a napelemes energiahasználatnál, például az új Bozsik stadion tetején már ilyen napelemek vannak fönt, és az életünk minden területén, hogy óvjuk a környezetünket, vigyázzunk rá, mert azt látom, hogy úgy ámblok, hogyha ezt a 7 milliárd embert nézem a Földön, aki most velem együtt itt él, hogy nem vagyunk túl jó gazdái. Tehát van min dolgozni, igen. A záró kérdést kérlek, te tedd fel az értékadás mentén a következő vendégnek. Mi az, amit megkérdeznél a következő vendégről, akit nem lehet tudni, hogy még ki? Na, ez így nehéz, Anita. Hát ez, Mi az, ami az értékadás mentén neked fontos, és akkor azt lehet. Igen, de hát hogyha tudom, hogy kitől kérdezem, akkor talán személyre szabhatóbb a kérdés. Így azért nehéz. Hogy, Értem. Tehát valakitől kellene kérdeznem valamit az értékteremtés mentén. Mit tesz azért? És ugye szó volt itt a vélemény buborékokról, tehát mit tesz azért a következő vendégem, hogy ez a világ, a hétköznapjaink, a közbeszéd, az egymás közötti viszonyaink, azok emberségesebbek legyenek, és talán őszintébbek, vagy vidámabbak, vagy jókedvűbbek, nem is tudom, hogy fogalmazok, de a lényege ez lenne, hogy ő személy szerint mit tesz azért, hogy az egymás közötti béke megteremtődjön. Egy nehéz kérdés, és látszott az évek, és a rutin egy pillanat alatt összedobtál egy nagyon jó kérdést. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál, nagyon inspiráló beszélgetés volt. Köszönöm szépen, és a meghívást, örülök neki.